mi az, hogy a pontunk a jutalmak kifizetése. Itt megnyújtottakhoz képest két dolgot szeretnék módosítani. Az egyik, hogy a jegyzőasszonynak szeretnék 60 plusz miért a választás lebonyolításánál végzett nagyon komoly szakmai és egyéb más munkája miatt adományozni, úgyhogy ha ezzel egyetért a testület, akkor ezt kérjük belefoglalni az előterjesztésbe. Azt gondolom, hogy tolmácsolhatom a bizottságnak és a maga véleményét, amely egyben bizony az, hogy a beszámoló egy nagyon alapos, rendkívül szakszerű, túltükrözi a hivatali munka sokszínűségét és mennyiségét. Gratulálok a készítőinknek. Külön szeretném kiemelni, hogy városunk jegyzője 2019. évben jegyzői állatvédelem egy települési jegyzői szemével című pályamunkája a rangos Walter Kluwer jogászdíj 2019 felhívására díjazottak közé került. Az év jogász a elvi jelentőségi ügyek kategóriájában. Gratulálok hozzá! Következő napirendi pontunk 19 évi költség. Nem. Zárszámadás. Igen, ott van egy kavar, már is mondom. Kérdés, vélemény, bocsánat, igen. Két gondolatom lenne az előterjesztéshez. Főleg a vírus időszak alatti kaotikus állapotban azt tapasztaltam, hogy jegyzőasszony nagyon komoly munkát végzett a ház irányításában, a dolgozók koordinálásában. Nagyon sok dolgozó home office-ból dolgozott. Én nagyon sok időt töltöttem benne a házban, többet magammal is, és jegyzőasszony volt az első, meg az utolsó, aki jött, és az utolsó, aki elment. Tehát igen, komoly munkát végzett. Ezért azt javasolnám, amennyiben a képviselőtestület egyetért, ha jól tudom, a mostani jutalmazási rendszerben egy hónapos jutalma benne szerepel ebben az anyagban a döntéssel, viszont én plusz két hónap jutalom megítélését javasolnám jegyzőasszonynak az elmúlt időszak áldozatos munkájának elismeréseképpen. Köszönöm szépen, van valakinek még hozzászólás igénye, ha nem, akkor kérem szavazzunk, észvertartása jelezze, aki egyetért. Köszönöm szépen. Azt kérdezném, hogy van-e még, már volt mindenki, akkor kérném szépen, hogy aki elfogadja a beszámolót, az készfeltartással jelezzen.